Jó napot kívánok! Köszöntöm mindannyiunkat. Nagy öröm, hogy sok ismerős arcot látok ezen a mai estén. Itt ülnek Orosz István családtagjai, régebbi katonás diákok, kevésbé más generációhoz tartozó katonás diákok, tisztelők, tanártársak más iskolákból, egykori irodalomtörténeti társaságban, közös tagsággal, nem sorolom végig. Mindenkinek nagyon örülünk, aki eljött a mai alkalomra, hogy egy kicsit belepillanthassunk abba a folyamatba, ahogyan egy grafikus művész, akinek egyébként megszámlálhatatlan mennyiségű könyve is megjelent az idők során, és nem feltétlenül csak a szakmájából, hogy ő hogyan és mi módon írt könyvet az édesapja emlékének, mondjuk talán így. Köszöntöm Füzi László főszerkesztő urat is, a Forrás főszerkesztőjét, aki 1982 óta él a városban, és ebben a minőségében, mint a Forrás szerkesztője, később, mint a Forrás főszerkesztője, szoros szakmai kapcsolatot is ápolt Orosz Lászlóval, és hát nyilván számos olyan emléke van, aminek kapcsán az ő jelenléte ezen a színpadon abszolút indokolható. Kezdjük azzal ezt a beszélgetést, kedves István, hogy azért az nem kis döntés, hogy egy ilyen formátumú apával a háttérben az ember eldöntse, hogy könyvet ír. Milyen indítékok mentén született meg végül is ez az apa könyv, és te magad, amikor magadban megfogalmaztad, akkor mit tartottál a legfontosabb jellegzetességeinek, hogy mi kell, hogy érvényesüljön ahhoz, hogy ez valóban apa könyv legyen, és hát ne csak valami egészen más műfajú visszaemlékezés. Köszönöm ezt a kérdést, János, és először hadd köszönjem én is meg, hogy ilyen sokan összejöttek édesapám emlékére, mert azért azt gondolom, hogy elsősorban miatta vannak itt tanítványai, barátai. Bevallom, hogy én még soha nem írtam úgy könyvet, való igaz, hogy van több könyvem, hogy úgy gondoltam volna, hogy most könyvet fogok írni, vagy elhatároztam volna, hogy valamiről könyvet írok. Elkezdek összerakni mondatokat, és aztán valahogy kinövi magát könyvé a dolog. Ebben az esetben az volt a kiinduló pont, hogy megtaláltuk, a húgommal együtt találtuk meg apámnak a memoárját, illetve a naplóit. Ő akkor tájt kezdett el memoárt írni és naplót vezetni, amikor 60 éves korában, vagy 61 éves korában ő nyugdíjba ment. Ő korábban is írt már naplókat, vagy naplószerű jegyzeteket itt-ott, de azok nem voltak folyamatosak, illetve egy jó részük az olvasónapló volt. Tulajdonképpen a későbbi naplói is majdnem mindegy egy olvasmány élmény leírásával fejeződtek be, tehát az olvasás és az írásnál eléggé együtt működött. És aztán a Füzi Lacinak beszéltem erről, és mondtam, hogy esetleg szívesen megjelentetném, vagy a Forrásban közölnék ebből részleteket, és akkor megcsináltam egyet, és nem volt nagyon elutasító, és akkor azt mondtam, hogy akkor írom a következőt, és valahogy úgy alakult a dolog, hogy több mint egy éven keresztül működött a dolog, azt hiszem 13 részben jelentek meg havonta a Forrásban ezek az írások, és akkor történt az a nekem nagyon szívet melengető kérdés, hogy Erzsébet, aki a könyvtárunk igazgatója, olvasta a Forrásban ezeket, és azt mondta, hogy ő szívesen a könyvtár nevében felajánlotta, hogy kiadná ezt a könyvet. És akkor aztán elkezdtem én is, akkor rendesen megijedtem, hogy egy igazi könyv lesz ebből, és elkezdtem még hozzá gyűjteni anyagokat, és tulajdonképpen a Forrásban megjelent részek alapján meg elkezdtek gyűlni az anyagok, mert hogy ismerősei, tanítványai olvasták ezt, írtak nekem levelet, vagy amikor találkoztam, akkor beszéltek erről, és akkor elkezdett kiegészülni ez az anyag. Tehát én is kutatgattam, meg
jöttek automatikusan is anyagok, úgyhogy ez a könyv, ez jóval bővebb lett, mint a forrásban megjelent anyag. István elmondta, amit jó szívvel ajánlottam volna, hogy aki, én már olvastam mind a két változatot, a forrásban megjelenteket is, meg a könyvet is, hogy azért jóval bőségesebb tartalom, tehát ne tartsák vissza magukat a könyv megvásárlásától akkor sem, ha a forrásban megjelent visszaemlékezéseket olvasták. Laci, elhangzott itt, hogy a forrás azonnal vállalkozott arra, hogy megjelentesse méghozzá 13 egymást követő számban ezt. Engedjenek meg egy majdnem pletyka szintű információt. Ha Buda Ferenc előfordul Kecskemét, akkor mindig megkérdezte, hogy olvastad-e már. Mind a ketten Orosz Istvánnál kezdtük az éppen frissen megjelent forrás számot olvasni. És Feri olyan lelkes volt, ami ennek azért ritkán lehet látni. Laci, tiéd? Igen. Kicsit összetettebb a történet, mint ahogy István elmondta. Mert hogy először megkaptuk Laci bácsi följegyzéseit. Elküldted nekünk, Lajosnak küldted el, és azt hiszem, hogy Lajos egy vasárnap délután pár évvel ezelőtt átküldte, elolvastam, és azt mondtam, hogy természetesen közöljük. Na most azután döntöttetek úgy, hogy inkább könyv lesz belőle, tehát könyvet írsz a feljegyzésekhez felhasználva kapcsolatban. De az a kérdés, hogy akkor is, hogyha a feljegyzéseket nem a közöltük volna, vagy a te írásodat, a miért, ugye, hogy miért mond az ember automatikusan, igen. Hát itt most a Laci bácsit kellene idéznem, aki amikor Németh Lászlót a katonatársaság tiszteleti tagjává avatták, akkor azt mondta, hogy nem az a kérdés, hogy a katonatársaság miért avatja tiszteleti tagjává Németh Lászlót, hanem az, hogy a katonatársaság mivel érdemelte ki, hogy Németh László a tagja lehessen. Nos, hát én is ezt értem át. Nyilvánvalóan evidens volt, hogyha Laci bácsi, aki a forrás indulásától ott volt, a kecskeméti irodalmi élet kulcs szereplője volt, a város, vagy talán erről még beszélünk, egyik nagyon fontos szereplője, hogyha fölmerül az, hogy róla egy folytatásos valami szöveget kapunk, mert a műfajt nem ismertük, akkor arra igen mondunk. De ennél azért tovább megyek, hogy hát bizony létezik az a jelenség is, hogy szerkesztői bizalom. És a bizalom az ott volt Laci bácsi iránt is bennünk, és István iránt is, ezt hadd mondjam most így, hát irántan is ott volt bennünk, mert amikor az ember nem tudja hány részre igent mond, akkor ahhoz bizalom kell. Ez bekerülhetetlen. Nos, ez a forrástól nem idegen. Mert közöltünk mi folytatásban nagyon sok írás, például Richard Kapuscinskitól 9 könyvet közöltünk folytatásokban, és hát az ilyen alkalommal mindig elmondom, hogy az első, a 80-as években a Lapidárium első kötete, előbb jelent meg magyarul folytatásokban a forrásban, mint ahogy lengyelül megjelenhetett volna. És amikor Gion Nándor azt mondta, hogy a virágos katonával kezdődő regény folyamának két rész meg, a már hátralévő két részét megírom, hogyha vállalod a folytatásokon, akkor azt mondtam, hogy megvállalom. Tehát, hogyha az ember érzi azt, hogy valami jó született, akkor igent mond. Hát ezért mondtunk, hogy én magam külön is, és a csapat is. Ez nagyon kedves, Laci, hogy ezt mondod, de azért, amikor te megkaptad az első, meg a második, meg a harmadik részt, akkor még nem tudhatod, hogy 13 lesz belőle. Azt nem tudtuk, de elköteleztük amellett. Mert még én se tudtam. Igen, amellett, amit írtunk. Ez viszont hadd mondjam, akkor én még nem voltam itt, Páskándi Gézzel esetét hadd mondjam, aki hozzászólt a népművészethez való vitához. Ezt közölte a forrás, és akkor a korrektúra végére odaírta, hogy folytatjuk. Uh-huh. És akkor küldte a következő részt, új korrektúra, odaírta, folytatjuk. Tehát így lett egy éves rész. Istvánnal nem így voltunk, én hosszú távra készültem. Egy nem vita volt köztünk, én felvetettem azt, hogy az utolsó rész az akár legyen hosszabb is, de januártól decemberig tart. Az egész könyv, István azt mondta, ezt nem tudja vállalni, átment januárra. Egyszerűen az volt a kérdés, hogy egy év folyamban belefér, vagy
Mai digitális világban, mert ugye ma már mindenki három tájékozódik, nincs már akkora jelentősége, mint hogyha a könyvtári polcról kellene a folytatásokat levenni. Körülbelül ez volt a úgymond vita közöttünk. Egyébként István nagyon pontosan dátumra küldte mindig. Megadtam, hogy mikorra kell ideérnie, elkezdtem dolgozni vele, küldtük a korrektúrát, megkaptuk, tehát üzemszerűen tudtunk működni. És hadd mondjak még annyit, hogy egy beszélgetés volt erről, nem erről a könyvről, hanem a forráson megjelent igen. szövegről, itt a könyvtárban, ahol hárman vagy négyen voltunk Covid mert éppen idején, Covid volt. Decemberben, és hát valami rettenetesen rémisztő volt a történet, hogy itt ülünk, ugyanígy, talán én ültem azon az oldalon, és elmondtuk mindazt, amit el akartunk mondani, de nem éreztük, hogy kinek mondjuk. Mert most érzem az embereket itt körülöttünk, emlékszel erre a rideg, minden, mert a Covid az egészében rideg világot hozott. Hát ennyit körülbelül, János. István, az apakönyv az egy nagyon intim faj. Tudjuk, hogy nagyon könnyedén írsz, most meg kellett-e küzdened vele. Nem is annyira a memoárra, mint inkább a naplóra célzok. Voltak olyan részek, ahol hezitálnod kellett, megjelenjen, ne jelenjen meg, közzéted, ne tedd közzé, azaz mennyire dolgozott meg téged az, hogy ezt a szöveget végül is úgy rakd össze, ahogyan összeraktad? Azt hiszem, hogy a legnehezebben csinált könyvem volt, legalábbis abból a szempontból, hogy hát ez nem fikció. Itt utána kellett néznem dolgoknak, kutatgatnom kellett, egy picit arra is vigyáznom kellett, hogy ne sértsek meg vele senkit, vagy ne nagyon sértsek meg valakit. Ezt nem biztos, hogy mindig tudtam tartani. Meg egy olyan műfaj, amiben én eddig még egyáltalán nem dolgoztam, és hát a saját apámról volt szó. Aki mint egy mellesleg egy jeles tudós is volt meg. Hát... Aki egy jeles tudós is volt, de azért, ezt még talán nem mondtam soha, vagy ilyen határozottan nem mondtam ki, én igazából azután kezdtem el az írással intenzíven foglalkozni, hogy ő már nem nagyon olvashatta ezeket el. Szóval az, hogy van egy nagyon komoly irodalmár, az egy picit, visszatartott engem. Olvasta apám írásaimat, talán a Sakkparti a Szigeten című regényemet már csak 2013-ból van egy 13-ból írta, igen, és az igen. Valamikor 16-ban jelent meg, vagy később. Akkor nyilván kéziratban ő az csak kéziratban olvashatta. Nem is volt mindig nagyon jó véleménnyel a munkáimról, bár mondjuk, nem is nagyon bántott érte. Mondjuk az a könyv úgy kezdődik, hogy mi a faszt vár még Alekszander Alekszandrovics, ezt nem tette szóvá, pedig olyan nagyon nem kedvelte az ilyen dolgokat. Egyébként a könyvben nincs más durvaság, szóval ez... Egyébként, ha már ezt mondod, nagyon emlékezetes volt számomra, és nagyon tisztelni kezdtelek azért, amikor valahol még a könyv első negyedében arról írsz, hogy valahol kiállítottál, és édesapád beleírja a memoárokba, vagy a naplóba, ezt most már pontosan nem tudom visszaidézni, hogy hát István egy kicsit nagy képű kezd lenni, öntelt, nagyon fut vele a szekér, tehát abszolút kendőzetlenül odaírja, hogy ez neki nem feltétlenül tetszik. Az apu nem volt egy hízelgő ember, azt talán a tanítványai is igazolhatják, akik itt ülnek, és a családban se, szóval az, hogy túl dicsérte volna a gyerekeit, főleg a fiát, az nem volt rá jellemző. Olyan megjegyzéseire emlékszem, amikor mind a kettőtöket olyan módon apostrofált, hogy kicsit későn érő típusok vagytok, de nem reménytelen a dolog, sőt. Írod ezt, hogy illetve nem is ezt elfelejtem. Folytassuk inkább ott, hogy mennyire volt az számodra ilyen megküzdendő feladat, hogy
hát azért neki óriási respektje volt ebben a városban, tanárként is, tudósként is. Egy kicsit tényleg olyan ember volt, akit különösen, aki nem volt korántól vagy kezdetektől az ő köreihez tartozó, nem barátkozott könnyen, hogy oda akarok kiukadni, hogy köztetek milyen volt a személyes viszony, mennyire volt ez nagyon intim, vagy mennyire érezted te is úgy, hogy egy tudósnak vagy a gyereke, aki nem feltétlenül ér rá mindig játszani veled, vagy a gyerekével foglalkozni, hanem egy kicsit úgy külön léteztek egymástól. Nézd, nekem az, hogy nem egyfajta majom szeretet fűzött, vagy nyilvánult meg a részéről, az egészen természetes volt. Olyannyira természetes, hogy inkább azon csodálkoztam, amikor később apaként vagy nagyapaként azt látom, hogy más szülők ajnározzák a gyereküket vagy az unokájukat, és csak róla tudnak beszélni. Ez tényleg nem volt a mi családunkban jellemző, és ha akár rosszul is eshetett volna, hogyha láttam volna más példákat, de olyan nagyon nem figyeltem a más példákra, vagy volt ez jellemző. Úgyhogy inkább a megbeszéltük az olvasmányainkat, vagy persze, hát nagyon gyakran jártunk együtt kirándulni, hát emlékszem arra, hogy amikor a Balatonon nyaraltunk, és nem volt éppen fürdésre alkalmas az idő, akkor a környékbeli várakat vagy múzeumokat együtt jártuk be az apuval, de ezek inkább ilyen, hogy mondjam, egy kicsit olyan kulturális missziók voltak ezek az utazások, amennyire most visszaemlékezem rá, és lehet, hogy én is a saját gyerekeimmel az ő példáját követve jártam mondjuk egy-két külföldi országot be. Nem tudom, hogy ez bölcs dolog-e vagy nem, de valószínűleg a tanítványai, akár azok a tanítványok, akik itt ülnek most is igazolhatják, hogy egyfajta ilyen korrekt, de egy picit távolságtartó kapcsolat lehetett az apuval, de az is lehet, hogy ez nem mindig volt. Tehát amikor én az aput olyan nagyon nem ismertem, vagy még én nem is éltem, de olvasom a memoáriát, lehet, hogy azért ő egy sokkal barátságos ember volt régen, tehát az 50-es, a 40-es, a 30-as években. Való igaz, hogy neki okozhatott azért, ha nem is beszélt erről, egy törést 1956 meg 57, ami hát egy nehezebb periódus volt az ő életében, és ez ha nem is írja le, de ez nyomot hagyhatott az ő életében. 56 a te életed is nyomot hagyott? Kérdezhetném úgy is, hogy azért nem lettél bölcsész, mert hogy neki 56-os múltja volt? Hát erről írok a könyvbe, igen. 56 személyes emlékemben olyan mély nyomot nem hagyhatott, mert én 5 éves voltam 1956-ban, de való igaz, hogy amikor én 70-ben például jelentkezhettem volna egyetemre, akkor eleve beszélt róla ő is, meg hát az ő baráti környezete, hogy hát minek egy kudarc élménnyel indulni, mert hogy bölcsészetre úgyse juthatnék be. Tehát egy olyan kurikulum vitével, amiben bele kellett írni, hogy hát az apja az egy börtönviselt ember. Ugye? De mondjuk az iparművészeti főiskola, ami ugye Budapesten egy külvárosi iskola volt, ahol hát rajzolgattunk, és olyan komoly hatással nem lehetett az ember a társadalomra, azt meg lehetett kockáztatni, és oda föl is vettek. Nagyon érdekes a te munkádban, hogy rendre visszaköszön, hogy édesapád, aki ötvös kollégista volt, egyfajta értelemben, hát egy olyan értelmiségi elithez tartozott, amelyik végigkísérte az életét, a barátságai, a munkahelyi kapcsolatai, de mennyire érezted, hogy ő mennyire volt elégedett azzal a pályával, amit végül is megfutott? Kecskemét,
szeretett, elismert tanára volt, végül Apáczai Cserediat is kapott, igaz, hogy már jó későn, de kapott. És még abban az időszakban kapta meg, amikor a rendszerváltás előtt vagyunk. Rengetegen tisztelték, becsülték, de azért lehet időnként érezni a memoárjában leírtakból, hogy úgy érzi, hogy esetleg egy egyetemi karrier kiárt volna neki. Hát ő 56 előtt állandóan erről ír, a barátaival erről levelez, ő föl akart kerülni Pestre, vagy Szegedre, Szegeden az egyetemen tanított is egy darabig, de elsősorban a lakáshelyzet miatt nem tudott. Tehát nyitva lett volna előtte az út, de hát gyakran írja a leveleiben, legtöbbet egy Nagy Miklós nevű barátjának, egy híres jókai kutatónak, aki az Ötvös Kollégiumban is szobatársa volt már, mert hogy aztán később nem csak a memoár és a napló, hanem a Nagy Miklós levelek alapján is nagyon, nagyon sok részlet rekonstruálható volt, hogy ő Pestre akar kerülni, és nagyon sok volt ötös kollégista barátja dolgozik is ezen, állást azt tudnak is neki szerezni, a lakás megoldhatatlan, és az, hogy ne tudjon fölköltözni, abban már én is szerepet játszottam, mert ugye egy feleséggel még mobilabb az ember, de ha már van egy gyerek is, akkor már nehezebb elköltözni, úgyhogy hát az egyik ok talán én voltam, hogy Kecskeméten maradt. Hát sajnos, kedves kecskemétiek, be kell, hogy vallanom, hogy olyan nagyon nem szerette ő Kecskemétet az első időkben. Nota bene, ő Kecskeméten járt gimnáziumba, a kecskeméti reformátusokhoz járt, aztán amikor az első bécsi döntés értelmében Kárpátalja, az ő szüleinek a szülőföldje vagy visszatért Magyarországhoz, akkor rögtön elküldték az amúgy Csépán lakó, tehát itt a közelben lakó szülei a nagyszülőkhöz Beregszászba, hogy ott járjon tovább gimnáziumba, úgyhogy a felső gimnáziumi osztályokat Kecskemét után már Beregszászban végezte, Beregszászon érettségizett, és Beregszászról jelentkezett ő az Ötvös Kollégiumba. Szóval tulajdonképpen komoly kecskeméti gyökerekkel rendelkezett, és aztán mikor tanári diplomát kapott, meg ledoktorált, akkor is egy pesti iskolát jelölt meg, hogy oda menne tanítani, és a kecskeméti református kollégiumot, de a pestit nem kapta meg, a kecskeméti reformátust se, hanem a piaristákhoz küldték el, úgyhogy ő a piarista gimnáziumban kezdett tanítani Kecskeméten 48-ban. Ez is tulajdonképpen politikai ízű cselekménynek tekinthető, hogy ő a piaristákhoz került, noha köztudottan református volt. Ezt pontosan én nem tudom, erről ő se ír. Valószínűleg akkor már a piarista olyan volt, hogy csak volt valamiféle egyházi jellege az iskolának, de hát úgy mindenféle egyházi iskola akkor már az államosítás határán mozgott. Azt hiszem, hogy igazad van. A könyvet olvasva kiderült, hogy elég alaposan utána jártál az állambiztonsági levéltárban mindannak, hogy milyen módon tartották őt szemmel 56-ot követően, és talán előtte is. Találtál-e valami olyan novumot, amit nem tudtál egészen addig, ameddig ennek a könyvnek az írása nem került szóba? Természetesen találtam. Az aput elég komolyan megfigyelték, illetve az apunak a baráti körét is szemmel tartották. Volt, akire rájöttem, hogy ki volt az. Név szerint én csak azokat említettem meg, akik már köztudottak voltak, hogy besugók voltak. Akikre én jöttem rá, hát ott csak utaltam, de hát elég könnyű volt rájönni, hogy ki volt. Például a Katona József gimnáziumban az a tanár kolléganő, aki jelentett róla. Voltak ilyenek, de az az igazság, hogy nagyon komoly jelentéseket nem találtam. Valószínűleg azért nem találtam, mert az apu azért elég éber volt. Tehát
Azt, hogy őt figyelik, azt nyilván tudta, az, hogy kifigyeli, hát arra neki kellett rájönni, de hát rá lehet erre. Nem hagyta magát csörgetni. Rá lehet, igen. Igen. Laci Müller-Rolf írt hosszan arról, hogy mi történt a forrás környékén a 3x3-as megfigyelések kapcsán. Te találtál-e, vagy emlékszel-e olyan részletekre, amely kifejezetten Orosz Lászlóra vonatkoznak? Nézd, ez nagyon bonyolult kérdés, mert igazából Bács-Kiskun megyei és kecskeméti anyag nem nagyon közítve a történeti levéltárba. Müller-Rolf inkább átvételes anyagból tudta feldolgozni azt, hogy a forráskörünk mi történt, mint figyeltek például Csóri Sándor dossziéjából, Kis Ferenc, tehát lehetne mondani a forráshoz kötődő szerzőket. Hát ilyen, ebből a szempontból azt kell mondanom, hogy a Laci bácsi a forrás 3x3-as anyagába nem jött elő, de azt a 3x3-as anyagot nem ismerjük, csak bizonyos áttételeket ismerünk, hogy Csóri Sándor azt írt a 60-i Dánielnek, tehát ilyen típusú szövegeket ismerünk. Viszont olvasóként el kell mondanom azt, hogy István hatalmas munkát végzett. Akkor, amikor a háttéranyagot és több olyan vonatkozás van, ami a forrásban még nem volt meg, ugyanis a hatalmas forrásanyagot tárt fel. Én ezt azért tudom megítélni, mert én írtam egy könyvet, családkönyv, de igazából én könyv. Tehát magamról könnyebb volt anyagot gyűjteni, hogy mondjam ezt a formulát, mint az embernek a szüleiről anyagot gyűjteni. Most az István olyan mélységeket hozott felszínre, mint például a bírósági tárgyalás. A bírósági tárgyalásból egy abszurd drámát lehetne írni. Amikor elkezdenek vitatkozni arról, hogy mondta-e Laci bácsi, hogy nem szereti a szocialista realizmust. Ez hosszú oldalakon megy. Mondta, nem mondta. Mi a szocialista realizmus? Csendes Don nem szocialista realista mű, mert nincs benne pozitív hős. Csak kritikai realista. Tehát körülbelül ilyen fogalmakat használnak, és Lengyel Dénes az, aki ott mentegetni próbálja, úgy érzékelten nagyon erősen. Tehát ebből önmagában lehet egy abszurd drámát. Akkor katonagimnáziumot említettem, amikor egy fiatal kolléginát állítanak Laci bácsira, akit István beazonosított. Én nem tudom őt beazonosítani, mert nem jártam a katonába, de István írja, hála Istennek, Laci bácsi éber volt, és ezért nem engedte magát behálózni a ifjú kolléganő által. Tehát olyan abszolút morbid szituációk adódtak egy alapvetően békés, a társadalommal megbékélten élő, a maga feszültségeit inkább önmagában kérő ember körül, amire csak ez a 20. század volt képes, hogy ilyen feszültségeket generált. Hát úgy érzem, hogy István az anyagot nagyon erősen kibővítette, úgy is mondhatnám, hogy kiírta. Na most ilyen szempontból fontos az, hogy iskola történet is, katonagimnázium. Mondtam, ugye nem jártam a katonagimnáziumban, de Szekély tanár úr révén a nevek ismertek voltak. Tehát itt Hordós Károlyról van szó, én Szekély tanár úrtól mindig a Hordós Karcsiról hallottam beszélni, aztán Elekesről, aki talán éppen besugója volt, vagy följelentője volt. Az inkább csak följelentője. Följelentője volt, igen. És így a aranytanár úr, tehát, és a anekdotákat is, a hozzájuk kapcsolódó anekdotákat is el tudnám most mondani, mert hallottam őket. De a följelentő, még a bírósági tárgyalás abszurditása. Tehát a Laci bácsit végül is följelentették azért, hogy megfogalmazott egy utasítást a ideiglenes Nemzeti Bizottság részéről, hogy minden területen fogjanak le volt kommunista vagy kommunistákat. Ugye ez volt körülbelül a vágmosra. Laci bácsi ezt soha nem fogalmazta, ő egy levelet diktált le, de előjött az is, hogy a Bibóval gond van, mert a Bibónak a feljegyzése is ott volt a családban. De nem Bibó Istvánt keresték, hanem Bibó Lajos nyomait keresték a Laci bácsinál, akit többször Bibóknak neveztek. Tehát akik vádolták, azok nem tudták, hogy miért vádolják, és mi az, amiért egyáltalán vádolhat.
tartó, és hát végül is úgy jött ki, hogy kevesebbet kapott, mint amennyit bent ült. Tehát pont annyit kapott. Tehát ezzel az adott viszonyok között elismerték, hogy nem tett olyat, amiért el kellett volna ítélni. Tehát ilyen jellegű anyagokat hoz a listán felszínre, nagyon sokszor használja a helyi sajtót, hát úgy gondolom a kutatásaiban nagyon segítette a világháló, Petőfi népe és egyéb okozaló hozzáférés, és tényleg történeti súllyal bíró anyagot hozott a felszínre, tehát ezt történészek is tanulmányozhatják. Ugyanakkor van egy fejlődésrajz, de van egy másik fejlődésrajz, az már az István fejlődésrajza. Ebben igazad van, hogy nagyon sokat olvastam a Petőfi népét. Például kiderült, hogy iszonyú érdekes előadásokat tartott, amit akkor talán nem is biztos, hogy mindenki észrevett, hogy annak milyen hátsó mozgatórugói vannak. Például volt Magyarországon egy országgyűlési képviselő választás valamikor, ami előtti napokban az apám tartott egy irodalom-történeti előadást Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéről, ami ugye ismerve a kékcédulás választások történetét, akinek volt egy kis füle az áthallásokra, az rögtön tudta, hogy itt miről van szó, de hát Mikszáth Kálmát mégse lehet betiltani, még Kecskeméten se, meg hát nagyon sok hasonló érdekes című vagy témájú előadás volt akkor, vagy előadása volt akkor. Laci arról beszélt, hogy énkönyvet írt, de hát te is írtál énkönyvet nyilván ennek a könyvnek a részeként, az apakönyv részeként, igen. De írtál Kecskemét könyvet is. Sőt, mindketten írtatok Kecskemét könyvet, ha úgy tetszik. Arra kérlek, hogy mesélj egy kicsit arról, hogy neked milyen identitásod volt, van ehhez a városhoz kötődően. Hát, és ez nekem egy kicsit nyilván más, mint apámnak, mert apám ugye el akart innen kerülni, én meg beleszülettem Kecskemétbe, én Kecskeméten születtem, kecskeméti vagyok, úgyhogy nekem ez nem volt kérdés, hogy bár én ugye nekem aztán végül el kellett mennem, én mentem el, de hát amikor, hát úgy mentem el, hogy amikor mondjuk a KT-je játszik, akkor én tudom, hogy nekem ott kell ülnöm a televízió előtt, szóval azért az a kecskeméti identitáshoz tartozik, hogy itt vagyok. Sőt, volt rá eset, hogy apuval együtt voltunk meccsen, de hát ez még inkább a 60-as években volt, amikor a KT egyáltalán nem volt olyan jó futballcsapat, mint meg nehéz róla is elképzelni egy kicsit, meg egy foci meccsen. De nem, fiatal korában. Valahol írtam a könyvbe, hogy mondjuk az 50, tehát a VB döntőt, a Bernit, arra én nyilván nem emlékszem. De az apu biztos, hogy neki biztos, hogy fontos volt. Tudta az aranycsapatot is, de ami érdekesebb volt, ő tudta az úgynevezett ezüst csapatot, tehát a titkoség csapatát, ugye, amelyik egy előző világbajnokságon lett még második. Tehát érdekelte ő a foci, meg kiválóan gombfocizott például. Úgyhogy nem, egy szórakoztatóbb ember volt ő, mint amire ti emlékezhettek, igen, mert te is hát nyilván... Ugye a kicsi mérges öreg úr. Kicsi mérges öreg úr. A Lengyel József címmel leírva. Az idősebb korában már ez volt, meg hát ugye a Füzilacis Laci bácsinak szólítja, ami hát nekem persze jól esik, de hát tudom, hogy azért az itteni barátainak nem Laci bácsi volt ő azért, bár hát higgyétek el, hogy megmelegedett a szívem, amikor például a könyv szerkesztésén együtt dolgoztam a Káldi Zsuzsával, aki valószínűleg személyesen soha nem ismerte, de amikor szóba hozta, ő is mindig azt mondta, hogy a Laci bácsi. Elnézést, elővettem egy könyvet, ezt elhoztam emlékként, a Homok haza című könyv 1994-ben jelent meg. Itt volt a bemutatója, amit István mondott, ahhoz kapcsolódnék, és akkor Szekér tanár úr elindított egy könyvet, és a jelenlévők írjanak nekem, mint szerkesztőnek valamit.
Én, aki világéletemben Laci bácsinak szólítottam, következőt kaptam, egy nagyon rövid kis szöveget Laci bácsitól, köszönettel Orosz Laci. Hát ő nem hiszem, hogy magát Laci bácsinak szólította volna. Így használta, én nem tudtam. Másokat sem tudtam így per Laciként szólítani, egyszerűen számomra Laci bácsi volt. De most a Kecskeméthez hadd térjek is, a Kecskemét jelenséghez. Mondjátok, hogy igen, akart tanítani, Szegeden akart tanítani, Pesten. Én 76-ban láttam először Orosz Laci bácsit, akkor még fiatalabb volt, én is fiatalabb voltam. Másodéves hallgatóként Csetri Lajos tartott előadást, és Laci bácsi, aki akkor a tanszéken tanított, bejött a professzor előadását meghallgatni, és akkor mondták, hogy Orosz László kecskeméti és Katona Józseffel foglalkozik. Tehát ez volt az én képem, és ide kerültem Kecskemétre, és Grezsa Ferenc, aki tanítványa volt, ez egy külön története is, sokat írsz róla, Németh László kutatója. Főiskolán tanított, megkerestem, beszélgettünk Németh Lászlóról. Pestről jöttem már Kecskemétre, úgymond haza, és azt mondta, hallom Kecskemétre, vonaton mondta, hallom Kecskemétre kerültetek, ha egy dolgot javaslok neked, Orosz Lacit keresd meg. Ő volt a magyar tanárom, az ország legjobb magyar tanára. És szeptemberben, tehát a szezon kezdetekor 82-ben, Pintér Lajossal mentünk föl a művelődési ház lépcsőjén, és szemben jött velünk egy idős mértékadó úr, Orosz László, és Lajos bemutatott neki, és azt mondta Laci bácsi, nagyon örülök, hogy itt vagy köztünk Kecskeméten. És az az ember, akire ti azt mondtátok, mondtad, hogy el akart távolodni a várostól, én úgy éreztem, hogy az az ember engem Kecskemétre fogadott be. És ez számomra öröm volt. Nagy öröm volt. Hát el akart távolodni, de azért minden tulajdonképpen ide kötöttem, mert ugye az ő szülőfalúja Csépa, az itt volt a közelben. Ő ugye hát Katona Józseffel foglalkozott, katonával Kecskeméten foglalkozni, az olyan elég természetes dolog, holott azért hadd tegyem hozzá, hogy az ő első komoly Katona József tanulmányát nem Kecskeméten írta, hanem Beregszászon, beregszászi diákként írta. De ez nem az, hogy közvágok, ez azért érdekes, mert ugye nem a Kecskemét inspirálta katonára, hanem ő amúgy is katonával foglalkozott. Eleve. Katonával foglalkozott, és a másik kedvence Berzsenyi Dániel volt. Na most Katona József és Berzsenyi Dániel, ő rájuk talán a magyar irodalomban a legjellemzőbb az, hogy ők vidékiek. Hogy ők vidékiek és nagyon magányosak. Még ez mind a két. Igen. Még egy kedvencet, Németh Lászlót ebbe a sorba tegyünk be. És még Németh László is. És aki éppen akkoriban szintén vidéki, mert ugye ő Hódmezővásárhelyen. És hát az apu meg Hódmezővásárhelyen jön össze Németh Lászlóval, ami egy nagyon furcsa dolog volt, mert az apu a 40-es évek végén tényleg szakfelügyelőként járta az alföldi településeket, többek között Hódmezővásárhelyt is. Egy kicsit szégyelte is, hogy ő szakfelügyelőként a tanárokat vizsgálja, mert a tanárok először azt gondolták, hogy ez valami fölébük rakott kommunista funkcionárius lesz, csak amikor elkezdtek beszélgetni, akkor derült ki, hogy mégse. És az apu bemegy, a Németh László akkor már nem tanított, de az apu bement egy tanár kollégának az órájára Hódmezővásárhelyen, ahol valahogy szóba került Németh László. És akkor ez a tanár, tudván, hogy Németh László akkor éppen egy harmadvonalba kárhoztatott, politikailag harmadvonalba kárhoztatott költő, elkezd egy csomó rosszat mondani Németh Lászlóról, és akkor az apu félbeszakítja, vagy a végén oda megy hozzá, és elmondja, hogy ő nagyon szereti Németh Lászlót, és akkor a pasi is a homlokára csap, azt mondja, ez mégse olyan ürge, amire én gondoltam, és mondta, hogy hát itt él Németh Laci bácsi, akarod, elviszlek hozzá. Tudod?
és akkor ismerkedik meg az apu személyesen a Németh Lászlóval, és akkor egy délutánt ott töltenek. Akkor még egy kis történet a későbbi szakfőgyelőségről. Laci bácsiról azt hadd mondjam el, hogy mi írtunk neki levelet, ő soha nem válaszolt, hanem bejött. És megbeszéltük. Küldtük a korrektúrát visszahozta. És hát volt egy ilyen levelünk, ezt is őrizzük. Pintér Lajossal gyűjtögettük ezeket a történeteket, amikor kitaláltuk, hogy csinálunk egy tematikus számot, milyennek képzelik a jövő század irodalmát. És hát elküldtük a Laci bácsinak is, szép fölkérő levél aláírás, vagy többi. Bejön szépen fölbontott levél, előírás szerűen, letette az asztalra, és azt mondta, tudjátok, ez az, ami engem nem érdekel. Megéreztük benne a kritikát szakfelügyelőségről. Azt is mesélte, hogy a szakfelügyelői továbbképzéseken egyetlen egy dolgot tanult meg. Azt, hogy a vörösbort lehet kólával is inni. Na most erre mi azt mondtuk, hogy nem jó megoldás, javasoljuk azt, hogy maradjon a vörösbornál. Tehát érdekes, hogy azért a életnek ilyen területei felé is voltak nyúlványai, de valóban mindig tájszerűen, pontosan, kimérten beszélni. Ezt én se tudtam korábban, ezt a dolgot. Otthon nem történtek ilyen dolgok. Ha jól emlékezem, van egy olyan talán dedikációja édesapátoknak, amiben Németh László, mint kedvenc szakfelügyelőjét titulálja. Igen, a Németh László akkor nem emlékezett már rá, csak mint szakfelügyelő került oda, de nem mint az ő szakfelügyelője volt, de valahogy a Németh László emlékeibe ez összekosodott, és akkor egy jóval későbbi könyvben dedikációként már ezt írta be. István, nagyon szívesen szóba hoznám azt a kérdést, ami azért megint csak eléggé intim. Ugye Laci bácsit nagy tőzsgyökeres reformátusként tartják itt ezen a településen számon, aki itt végzett abban a középiskolában, de ebből az ő általad közzétett memoárjaiból azért kiderül, hogy neki rendkívül sok kételje volt, nem csak a vallással, vagy elsősorban nem a vallással, inkább az egyházzal kapcsolatban. Hogy ennek otthon ti is tanúi lehettetek, vagy ezek inkább belső gyűjtődései voltak? Azt hiszem, inkább belső gyötrődései voltak. Ő a naplójában is, főleg a naplójában nagyon sokat foglalkozik az Isten hittel, és egyre inkább az egyházaktól függetlenül. Ő hallgatott, meg eljárt nem csak református istentiszteletekre is. Ő tulajdonképpen azért lett egyébként református, mert hogy az ő édesanyja egy református paplány volt, tehát a nagypap, az én dédnagyapám, ő egy református lelki pásztor volt, és a nagymama csak úgy ment hozzá a nagypapához, aki amúgy görögkatolikus volt, hogy úgynevezett reverzálistad, ami azt jelenti, hogy akármilyen nemű gyermek születik, az csak református lehet. Nagypapa boldogan belement ebbe a dologba, és hát az apu, meg hát az apunak ugye volt egy nővére, aki 2 éves korában meghalt, ők mind reformátusok kellettek, hogy legyenek, ami persze azzal járt, hogy például ugye a Csépai temetőben nyugszik az én nagynéném, aki 2 éves korában halt meg, de Csépa az egy katolikus falu volt, úgyhogy a sírkert végébe van csak néhány sír, hogy elkülönülve a főbb síroktól a reformátusok nyugszanak, ott nyugszik Magdika is abba. Úgyhogy jó messze kell menni a nagypapa sírjától megtalálni a Magdika sírját, de hát én azért minden évben elmegyek, és nem olyan régen új fejfát is kapott Magdika, pont amikor 100 éves lett volna. Laci szóba hozta, hogy az ő közelmúltban megjelent könyve az műfaját tekintve én könyv. Ebben az apa könyvben is van egy jelentős én fejezet Orosz István nézőpontjából. Beszéljünk egy kicsit erről. Édesapádnak mi volt a viszonya a te grafikusságodhoz, meg hogy ahhoz mi volt a viszonya, hogy te beutaztad a félvilágot, vagy az egészet talán a grafikusi sikereid kapcsán, annak nem nagyon örült. Ez egy olyan aggodalom, hogy állandóan repülőgépen ül a gyerekem, és aggódom, hogy mi történik, vagy mi volt a mozgató?
Azt hiszem, hogy ez is benne volt, hogy ő benne azért volt egy fokú aggódás is. Meg hát tudod, az, hogy én grafikus lettem, az azt jelenti egy kicsit, hogy olyan fekete bárány is lettem abban a családban, ahol az anyu is, a testvérem is, ők magyar tanárok, irodalommal foglalkoztak. Az, hogy te versmondó voltál, annak van köze édesapádhoz? Persze. Ha behunyják a szemüket, mindazok, akik hallották Orosz Lászlót beszélni, akkor újra hallhatják, amikor most István megszólal, mert szerintem kísértek ilyen. Voltak olyan félreértések is, hogy amikor otthon voltam Kecskeméten, és csöngött a telefon, én vettem föl, és akkor azt hitték, hogy az apuval beszél a telefonáról. Valamikor nagyon régen a tévében egy fiatal ember beszélt, én kint a konyhába jött ki a hang, feleségednek azonnal szóltam, hogy nézze meg ki. Mondom, hát Laci bácsi unokája. Tehát hangról megismertem, hát Orosz Márton a volt, Kiki csoda, Orosz István fia Márton, tehát azonnal végig lehetett kutatni. Tehát a unoka is a hangkultúzást. Tehát most képzeld el azt a szituációt, amikor otthon fölveszem a telefont, és a Marcinak egy friss barátnője kezd el beszélni, és mielőtt közbevághatnék volna, már mond valamit, ami... Amit nem kellene. Amit lehet, hogy nem is kellene hallod. Egyébként a grafikusként létrehozott munkáidat azt ismerte? Persze. Aha. Időnként kiolvasható a memoádból, hogy elégedetlen veled, hogy tudnilik szűkszagú vagy. Ez úgy egyébként nem nagyon mondható erről, ugye? Most már nagyon sajnálom, hogy szűkszavú voltam, mert én nem tudtam, hogy ő a naplójába beírja azért azokat a dolgokat is, amik velem történtek meg. Na most, amiket viszont nem mondtam el otthon, azok nincsenek benne a naplóba, következésképp én is elfelejtem őket. Úgyhogy egy csomó dologra tényleg amiatt emlékszem, hogy az apu naplójába ott van és fel tudtam idézni, úgyhogy ezeknek egy részét a könyvbe is beírtam, és hát köszönet neki. Hogy... Hosszabb idő óta te is naplót írsz, csak ez blog formában történik. Vajon vannak-e ebben a blogban, én nem olvasom, meg kell mondanom, vannak-e édesapádra vonatkozó feljegyzések? A blogban nincsenek, de amikor az apu 90 éves volt, akkor mi a testvéremmel kitaláltuk, hogy neki is indítunk egy blogot, amiben ugyan ő már nem írt, de mi az ő emlékeit összehozzuk, úgyhogy ezt ő még látta is, nem nagyon tudtam, hogy mi az a blog, de olyan úgy belenézett, és ő 91 éves korában halt meg, tehát ez nem sokkal a halála előtt történt, és ott például arra a blogra, mert azt látom azért, hogy olykor-olykor ellátogatnak, mert azt látom, hogy hány látogató van, ott például ennek a mai alkalomnak a meghívóját is föltettem, úgyhogy még az sem kizárt, hogy itt a társaságban ül olyan, aki az apu blogját látva jött el ide. Van ilyen? Van egy nagyon megrázó történet a könyvben, amikor arról írsz, hogy talán egy francia irodalmi idézetet keres könyvtározva hosszú időn keresztül, majd István hazaérkezik és 10 perc alatt kiguglizza azt, amit Laci bácsi is sok napon keresztül nem talál meg, és hogy ez nagyon mélyen megérítette őt. Talán akkor érezte meg, talán szóvá is tette, igen, hogy mintha eljárna az idő felette, hogy bizonyos olyan eszközöket nem használ, amelyekkel ma már magától értető módon muszáj élnünk, ha felszínen akarunk maradni. Igen, ez, ha jól emlékszem, egy Voltaire idézet volt, és nem csak, hogy ő kereste, hanem francia irodalom történettel foglalkozó barátaival is levelezett velük, de hát a saját korosztályával, és hát nem jöttek rá, hogy mi van, és tényleg, hát ha nem is 10 perc, de egy fél órán belül megtaláltam az interneten ezt az idézetet. Azt mondtad, hogy... Úgyhogy én nem is tudok franciául rá. Nyomon követi a munkáidat folyamatosan. Ti vajon, Andival, olvastátok-e az ő írásait? Vagy igényelte, vagy beszéltetek-e róla a családon belül, hogy mi az, amit éppen végez, vagy ezt egyfajta ilyen tudósi elvonultságban művelte? Hát én nekem be kell, hogy ismerjem, lehet, hogy a testvérem szorgalmasabb ennél, hogy én nekem elég sok olyan írása volt apunak, amit a halála után olvastam el.
tehát nem voltam teljesen napra kész az írásaiban. Azt körülbelül tudtam, hogy mi az, ami fontos, mi az, ami nem. Meg hát persze sok olyan írása van, amit nem is olvashattam, mert akkor még nem került elő, vagy én még nem tudtam olvasni egyszerűen, amikor azokat írta. Tehát ő nagyon sok mindent írt, sokféle dologgal is foglalkozott, hát mondjuk a legalapvetőbb az tényleg a felvilágosodás és a reformkor irodalom története volt, amiben ő leginkább benne volt, de hát írt ő kortárs színdarabokról is, meg színi kritikákat, meg könyvkritikákat. Az Új Magyar Irodalmi Lexikonban 150-nél több szócikk az ő nevéhez köthető? Az Új Magyar Irodalmi Lexikonban nem is csak az ő nevéhez köthető, az volt a kisebb munka, hanem ő ott a szerkesztőbizottságban is benne volt, és neki kellett kiverni a többi szerzőből a cikkeket. Az ezerszer nagyobb feladat volt számára, mint megírni a saját szócikkeket. Vagy kijavítani azokat, hogy egységes legyen. Varga Mihály, a Forrás első főszerkesztője, írt egy könyvet édesapádról. Most megjelent ez az apakönyv általad. Laci, téged kérdezlek, nem István. Ennek a könyvnek a jelentőségéről, fontosságáról mondj nekünk néhány mondatot. Először még ahhoz, amit István mondott. Ő mondta, hogy kritika és minden. Fontosnak tartom itt elmondani, hogy nem volt nagy könyvtára. Ezt most úgy értem, hogy egy lakótal egyszer jártam nálatok, mondtam így, amikor a Kecskemét Irodalom Története című könyvet írtuk, akkor fölmérhettem, viszont egy roppant erősen válogatott, és minden alapmű magyar és világirodalomból ott volt, könyvtárba járt. De nem tudtam, hogy annyit olvasott, amennyit István jelez. 62 évesen, akkor azt ki lehet számítani, az 87-ben volt, ugye ezt talán eszedjük meg adatként. 67 könyvet olvasott el. 67 könyvet. És ezekről följegyzéseket vezetett és értékelte őket. Tehát nem egyszerűen elszálltak az olvasványélmények, hanem rögzítette is őket. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy ember egy éves munkája. Folyamatos munka, egy könyv elolvasása, értékelése, földolgozása is, bizony hetente több mint egy könyvre vonatkozóan ezt meg kellett tenni. Mi adja ennek a könyvnek a súlyát? Apakönyv, ez egyszerűen cím. Magyar irodalomban van egy ilyen vonulat, mindig azt mondom, hogy a sok mindenki hozzátett ehhez a vonulathoz könyveket, a meghatározó Simonfi Andrásnak a könyve, a Komporszák katonái című könyv. Simonyi Tóth Ernő vezérkari százados volt, azt hiszem, aki a magyar katonai ellenállás körül tevékenykedett, és Simonfi András ebből az ő följegyzéseiből kiindulva bontja ki a katonai ellenállás rendszert. István nem a katonai ellenállással foglalkozik, egy pedagógusnak a 20. századi világát bontja ki. Jelentősége megvan nyilván a Katona Gimnázium Kecskemét vonatkozásában, de a lényeg ennek az, hogy egy pedagógus miképpen tudott ebben a nagyobb részt ellenséges világban, mert annak kell fölfogni. Ellenséges világban, kicsit távolságtartással, kicsit kívülállással, vagy leplezett kívülállással jelentős pedagógusi és tudósi életművet létrehozni. Tehát a súlyát azt hiszem, hogy ez adja. Most ez a kívülállás, ez valóban nagyon érdekes, mert lehet, hogy nem is volt annyira kívülálló, csak jelezte a kívülállását, vagy tárgyilagosságát, nem tudom ezt, hogy kifejezni. Így gondolom a jelentőségét. Hölgyeim és uraim, az időnk eljárt. Itt a helyszínen hozzá tudnak férni az apakönyvhöz. Kérem, hogy aki úgy érzi, hogy van mit elolvasni belőle, mi Lacival mindketten nagyon jó szívvel ajánljuk önöknek. Sodró rendületű, olvasmányos, adatgazdag, jól illusztrált, számos fontos fotó van benne. Nagyon szépen köszönjük Orosz Istvánnak, hogy megírta.
a családnak, hogy hozzájárult a közléshez, hogy olvashatjuk, ismerhetjük, kérem, hogy minél többen kísérletezzenek azzal, hogy a benne lévő tartalmakat megismerik. Köszönjük, hogy itt jártak ma.